Az önkormányzat, a Magyar Közút Nonprofit ZRT, a rendőrség, az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ és a jelenleg is a 47-es számú főút Beretyújfalui szakaszának felújítását végző vállalkozás képviselőinek, szakembereinek részvételével tartottak egyeztetést a hamarosan kezdődő körforgalom felújítással és a Beretyóhidat érintő rekonstrukcióval kapcsolatban. A kivitelező cég képviselője ismertette a különböző ütemben elvégzendő munkálatokhoz igazodó forgalom elterelést és várható korlátozásokat. Elhangzott, a július 1-én kezdődő 40 napig tartó felújítás folyamán részlegesen zárnák le a csomópont egy-egy szakaszát, és jelzőrös forgalomirányítás mellett engednék át a gépjárműveket. Nagyobb lezárás két munkafolyamatot, az aszfalt marást és a koporréteg elkészítését érinti, de ezeket vasárnapra időzítik, ha szükséges esti munkavégzéssel. Abban a jelenlévők egyetértettek, hogy a hatalmas forgalmat lebonyolító körforgalom felújítása okozni fog torlódásokat, mely érinti a nemzetközi forgalmat és a városból kifelé vagy befelé tartó gépkocsikat is. Utóbbiakat a 42-es főútra fogják elterelni. A rendőrség is fokozott jelenléttel segíti a forgalom lebonyolítását, ezt segítik az ideiglenes elterelést jelző kiegészítő táblák és a jelzőőrök is. Szépen halad a kivitelezőnk a felújítással, de két kritikus részhez érkeztünk az aszfaltozással kapcsolatban. Az egyik a körforgalom, a 42-es, 47-es csomópontjában lévő körforgalom, amelynek a kivitelezése elég nagy előkészítést igényel, hiszen a négy ágon lévő körforgalmat úgy kell megépíteni és úgy kell leaszfaltozni, hogy napokig nem lehet majd az aszfaltra menni egyes ágain, illetve a forgalmat is terelés nélkül kénytelen vagyunk a csomóponton átengedni. Minimális teréléssel meg lehet oldani egy ágat, a Beretyújfalúból kivezető ágat, de gyakorlatilag ezen a körforgalmon minden forgalomnak át kell menni, mivel szűkítésre kerül a keresztmetszet. Minden irányból engednünk kell a forgalmat, értelemszerűen ezt váltakozóan. Tehát egyszerre csak egy irányból mozoghat benne jármű. Nagyon komoly torlódásokra lehet majd számítani itt a kivitelezés ideje alatt. Éppen ezért mi, mint beruházók, nagyon kérjük a helyi lakosságot, hogy legyenek türelemmel. Torlódásokra lehet itt számítani mindenképpen, de mérnökeim mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legkevésbé zavaró időpontban csinálják az előkészítést és magát az aszfaltozást is, valamint figyelembe vesznek minden olyan körülményt, lakosságútakat, forgalmat, ami számukra lehetőséget ad. Ettől függetlenül nagyon kérjük a helyi lakosokat és a helyben közlekedőket, hogy legyenek türelemmel itt az áthaladásnál. Fogják tapasztalni a közlekedők, hogy a csomópontban a hét minden napján fog történni munkavégzés, hiszen a szegélyeket ki kell cserélni. Tehát gyakorlatilag itt egy folyamatos munkavégzés fognak tapasztalni a közlekedők, de a konkrét lezárásokra, amikor aszfaltozunk és nagyon-nagyon torlódhat a forgalom, azt mindenképpen egy kevésbé forgalmasabb időszakra, mondjuk egy hétvégi időpontra tervezzük. Továbbra is marad az ideiglenes forgalom elterelés a Beretyó hídon is. A munkák során derült ki, hogy szükséges a baloldali hídfők szárnyfalait és a teljes konzol szerkezetet elbontani és újraépíteni, és ezzel együtt a Beretyó-Szentmártoni hídfő szárnyfal vasalatának megerősítése is. Eredetileg a szerződésünk a kivitelezővel és a pályázat is arról szólt, hogy kap egy új kopóréteget, de a kopóréteg cserével együtt olyan szerkezetet érintő problémával találkoztunk, aminek minimum cserére szoruló szerkezeti elemei vannak, és ezeket még meg kell előzni egy tervezésnek. Éppen ezért a hídon váltakozóan, de fenntartjuk a közlekedést, itt is számítani lehet torlódásokra, de ezeket a szárnyfalakat, ezeket ki kell javítanunk. Most egy olyan előre nem látott problémával kerültünk a híddal kapcsolatba, amit a tervezés időszakában nem ismertünk. Jelenleg készítik a szakembereink erre a felújítási tervet, ki fogjuk cserélni azokat az elemeket, amik esetleg későbbiekben még nagyobb problémát okoznának. Így nem hagyjuk a hidat, megvan a műszaki megoldás, de keressük hozzá a pénzt is. A híd fő tartó szerkezeti elmei épek és normálisak, tehát azt természetesen se elbontani, se átépíteni nem kell. És természetesen, ha egy kicsit csúszással is, várhatóan az eredeti tervhez képest, de le fogjuk aszfaltozni a hídnak a felületét is.
A jelzőlámpás forgalomirányítás levezeti a forgalmat, de nem annyira rugalmas ott. Mindenképpen törekszünk arra a kivitelezővel, hogy legalább a reggeli csúcsidőben, amikor nagy a forgalom, főleg Berettyóújfalu vagy Debrecen irányába, a hídon keresztül, akkor jelzőrös irányítás legyen. Reméljük, ezt el fogjuk tudni érni a kivitelezőnél. A váltakozó irányú forgalmat pedig mindaddig fogjuk csak fenntartani, de mindenképpen muszáj. Tehát abban a pillanatban, hogy a hídnak a szélessége rendelkezésre áll, burkolati jelfestés nélkül is rá fogjuk engedni a forgalmat.